Üdvözlök mindenkit! Itt van vele Béla Bence! Béla vagyok. Szevasz, Béla Bence. Szóval, elhoztam nektek egy olyan pályát, ami már az én csatornámon volt, viszont most újra nekivágunk, mert ígértem még abban a videóban, hogy újra ki fogom próbálni, de most egy segítő társam is lesz még hozzá, Benne a gyerek. Béla Benya, mindegy. Igen, ennek a pályának, Bence, képzeld, de az a lényege, hogy el kell kezdeni fölfelé haladni, miközben emelkedik a vízszín. De hogy ne legyen olyan egyszerű a dolgunk, a vízben lesznek tápák. Nagyon szépek. És jönnek és megharabdálnak, és nagyon gonoszak, és az a vége, hogy legyőzzük az Ender Dragont. Nagyon romantika, készül már a kis cápa. Nagyon sok blokkot össze kell... Na gyere! Gyere, már most jön Lecke. Szerezzünk endőpörlöket, és szedjél blokkot, Bence, amennyit csak tudsz, szedjél blokkot. Gyorsan! Ott a fa! Azt is meg kéne szereznünk. Aha, és jobb, hogyha nem úszkál, akkor nem építkezni kéne. Hát itt még azért ne. És amúgy felfele is lesznek még lehetőségek így építőanyag szerzésre? Persze, hogyha felnézel, akkor látod ott a blokkokat, vagy hát a szigeteket. Szóval látod a... Ó, várjál. Ó. Pillanat. Elöntött a víz. Na gyere, nézd, itt van ez a sziget, Bence. Itt rögtön ez. Ide föl tudnánk menni. És akkor próbáljuk meg úgy, hogy 3-2, hogy ugorj! Okay. Na, oké? Okay. Oké, csak egyszer számoltunk azon a helyzetet. Hogy tetted ezt? Miért tetted? Megveszek. Oké, én addig itt szedem, csak gyere vissza, mert majd jönnek majd a cápák, és azok meg jönnek, és ham-ham lesz a vége. Nem, nincs. És ugye majd itt azért kell majd valamilyen blokkokat is, vagy hogy valamilyen csákányt, meg ilyen dolgokat is szereznünk, hiszen hogyha belegondolsz, le kell győznünk az Ender Dragont a végén. Nézd, ott van a túloldalon. Odáig el tudunk építeni szerinted? Mert azon van vas. Hát, vagy szerintem ez... mire odaérünk, addig a víz is fent lesz. Jó, oké, akkor csak fölfelé haladjunk. Az lesz, hogy én kiszedem alulad mindig a blokkot, amikor mész fel, és én azt rakom le. És akkor így föl tudok menni. Ugye? Az a helyzet, hogy én meg így viszont itt maradtam. Viszont, ott a kisház, benne egy villagerrel, Bence! Na, akkor menjünk aztán, szedjük szét. Cipőzzük meg. A házat, vagy a villagert? Oké, várjál. Az a nagy helyzet, hogy szerintem kéne csinálnom úgy barkácsasztalt. Itt van, már megcsináltam, Bence, előtte gyárok egy lépésre. Ja, bocs. Bizony. Úgyhogy most van nálam 21 fa. De várjál, és dirt? Hát dirtben is kéne, hogy legyen nálad, nem? Hát ott van, látod az a szép oszlop? De jó, de az én dörtem, Bence, akkor nálad, na mindegy, elkezdek építeni. Hát, amennyi volt. Jönnek a sárkok. Menjünk el, hát lehet valami jóságot szerezni az öregnél. Most tökélt csákányol ütöm a fát, ne is törődjünk vele. Bence, kezd el szedni a házát szét szépen. Nagyon fontos. Ha? Így bemész hozzá, ha? Hoppá! Van nálad emerald, Bence? Persze, hát tele vagyok emeráldal. Mert hogyha lenne, akkor tudnánk venni vizes vödröt, és azt, hogyha fentről leöntenénk, és hogyha leesnénk, akkor vissza tudnánk jönni, érted a logikot? Csak hát szedd szét a házát, hogy legyen építőanyagod. Én a földet szedem éppen. Kevéske, mit csinál? Hát egy kevéske vasacska, nem volt itt eset? Jó! Bence, nagyon megijedtem! Tűrtöztessél magad, de ott a cápa! Ott van, és nagyon úszik, lassan úszik. Szerintem azok amúgy lazacok. Ott az emerald, Bence! Nézd meg! No. Nézek szembe, és ott van egy csomó emerald! Akkor menjünk el gyorsan. De mondjuk, a villagerrel mi lesz? Hát azt nem tudom. De hogyan tudnánk kiszedni? Mármint, hogy ott a vas a tehénnél, nézd. Aha. A bocihoz nem tudunk lemenni már szerintem, nem lesz rá idő. Vagy de? Nyek. Ó, nézd, Dávid, ott a vas! Hol? Ott van, ahol építettük az utat, onnan jöttünk. Várjál, visszaépítek. És akkor ki tudom szedni, de várjál, és akkor honnan lesz nekünk kemencénk? Bányászok innen követ. Oké, ott a másik oldalon a vas. Még, oké. Akkor oda is elépítek, jó? Szevasz, baci! Szevasz, tehén! Mi a helyzet, te tehenészeti melfekvenc? Na, oké. A tehenet eltávolítottam, azzal megetettem a cápákat. De jó fej vagy, téged már nem fognak megenni. Hát ha, tudod. Az a helyzet, hogy én most fölmegyek oda hozzád amúgy. De minek? Bence, ne gyere föl ide. Aha, kettő darab emerált kell, hol van a sütő? Hoppá. Bence! Gyere ide a kis közös,
közösségi helyünkhöz, gyere. Ugye, csinálom a sütődet, kész a sütőd. Na várjál, te addig fel tudsz oda menni? Erre itt közvetlen? Ide, föl. Hát föl tudok menni éppenséggel, csak te akkor nem fogsz tudni. De nem, csak ki kell szedni onnan a vasat, mert ott van. Ha. Okay. Ha, meg ott is, ha. Csak hogy megyünk el odáig? Na, kiszeded a vasat? Ja, szedem ki mindent, amit itt találok. Óvatosan, mert közben így potyognak le a blokkok, Bence. Itt van ez alatt még egy? Van ez alatt. Már csak egy kéne. Dobd le azt az egy vasat, Bence. Tudom, itt visszamegyek le. Jó, oké. Na jó. És úgy adod neked a vasat. És akkor kezdj el építeni valamelyik emeráldért. Na nézd, oda építsél, látod, szembe pont van ott, látod a csillogó chestet? Na. Csillogó chest, aha. Csillogó chest, és balra mellette van egy emeráldos sziget. Jó. Jelentem, Bence, megvan. Megvan a vas. Jó, te addig nem tudom, menjél oda abba a nem tudom. Oké. Okay. Valamit csinálj. valamit csinálok. Oké. Okay. Megvan egy emerád. Nagyon jó, akkor kiszedem. Dolgozzá, én addig nézem. Oké, okay, várjál, ezt is kiszedjük. Oké, okay. És akkor vissza kéne menni valahogy a csávóhoz. Az öreghez. Vissza tudsz jönni? Nem baj, beraktam. nem baj, csak menjünk el, menjünk és vegyük meg a vizes vödröt. És utána felépítünk. Mm. Így egy húzamba, és utána úgy megyünk föl. Na, mit szólsz hozzá? Várjál. Jó. Okay. Jó. Ó, megvan, Bence! Itt van a vizes vödör, királyság! Na, ezzel már... Amúgy te... hallod? Miért nem csináltunk-e úgy egy sima vödröt? És kivertek? Nem, biztos... Jó, oké, okay, minden, hagyjuk. Biztos, hogy lehetett volna. De vizet biztos nem lehet belemerni amúgy. Hát ne viccelj már, hát hogy... Várjál, úgy lesz, mondom a szisztémát, akkor én odaépítek, csak olyan blokkal, amit el lehet használni. Hú, jön a víz. Ott van egy ilyen pisztonos rendszer, úgyhogy ott vigyázni kell, majd nem tudom, látod-e. Biztos, hogy lesznek csapdák. Taktik-tik-tik-tak! Csak még felmutatnak rajta a cápák, tudod? Nem hiszem, hogy fel tudnak, viszont elfogyott így a blokkom. Oké, okay, tessék, leöntöttem a vizet. Kiszámoltad. Oké, okay. Na itt figyelj oda, mert itt tudja, hogy lesz valami csapda a talpunk alatt. Jó, megnézem, hogy feljönnek a cápák rajta előbb. Aha, itt volt bizony a nyomót. Feljön a cápa! Bence, de miért nem jössz már fölfelé? Jó, itt a cápa mellettem, hallod? Bence, gyere már fölfelé! Ússzál, csak úsz fölfelé! Itt a cápa! Gyere már fölfelé, utána elmerem a vízet! Csak ússzál fölfelé, nem bánt! Üssél rá! Üssél már rá! Úgy! Úgy, ne sajnáld! Üssed! Várjál! Na, várjál! Átviszem a víz... Oké, gyere! Úsz! Gyerek, mert jön a következő! Ússzál már! Óvatosan, csak simán fölfelé! Oké! Te bugyuta gyerek, te! És a következő pedig az kéne, hogy legyen, hogy szétszedjük ezt a piramist! Vagy hát ezt a sivatagi templomszert. Ja, itt úgy látom, hogy itt kiszedtük a legtöbb... Vigyázz! Mert ezt itt gyorsan üssük. Vigyázz, mert csúszik. Most nagyon megijedtem. Úgyis arra kell menni, mert ott van a következő chest, úgyhogy induljunk el. Na várjál, és akkor kettő legyet üssünk egy csapásra. Itt van már nekünk az emerald. Várjál, tudom. Ide jövünk, várjál, figyeld. És leöntöm a vizet. Oké, okay, az emerald a sziget ott van. Leöntöm a vizet, és közben te kiszeded a chestet, jó? Értem. Oké, okay, várjál. Megvan, volt benne pajzs, ami most nekem nem kell, oké. Okay. És mit tegyek oda egy blokkot a vízhez? Ne, Isten, ments! Oké, okay, jönnek föl a cápák viszont. Hopp! Igen, úgyhogy gyorsan okay, ejtsük őket vissza. Oké, megvan, nagyon szép, csak... Na, Mizu? Bence? Igen. Igen? Oké, okay. Csak kezdjél el fölé, várjál. Menjek én, mert nálam van a vödör. Hát mennyi. Jó, oké, okay. És akkor erre mehetnénk fölfelé. Ott is van egy villager néz szembe. De ahhoz már szerintem már nem menjünk vissza, inkább... Király. Ó! Mi van? Hát én hülye vagyok. Mi van? Hát a homokkő izéből, vágott homokkőből lehet csinálni lapot. És akkor ez tovább bírja. És fölfelé hogyan építesz? Hát fölfelé most mindegy, de most oldalirányba megyünk. És akkor több blokk marad. Van ebben valami ráció? Van ebben? Szegény villager tényleg, hogy buborékozik. Uh-huh. Meg kell tervezni az utunkat. Yeah. Meg most megdugláztam. Igen? Lassan kéne valahonnan kaját is szerezni, mert... Leesett? Vagy mi történt?
Le. Vigyázz. Barkácsosztal, ennyi volt. És akkor lesz neked is. Tessék, Bence. Ja. Bence, Bence. Hopp. Oh, de jó, köszi. Lesz mit elveszítenem. Azért tényleg csak óvatosan bánjál vele, nehogy azt tedd le a blokk helyet. Oké, okay, szedjük szét a házát, rendhagyó mód. Következő menet irány, én azt javaslom, megnézzük, hogy hogyan fújik a szél. Hát a felhők azok arrafele mennek. Jó, én úgy gondolom, hogy amúgy a ládákat kéne megnézegetni, mert hát ugye, hogyha felérünk, akkor elvileg ott lesz egy gyík, amit meg kéne egy karcolgatni egy kicsit. A Szentendrakonra gondolsz? Ja. Jó, akkor várjál, én itt ehhez a chesthez megyek, te addig kezdj el menni, mondjuk, nem tudom, valamelyiket. Oké, okay. Megvan ez a chest is. Ja, volt benne egy kis kajcsi! Szuper. Szednem kell egy csomó blokkot. Nem, fölfele kéne haladjak, ugye? Hogy merre van a legközelebbi láda? De Bence, én már megjártam ezt! Jó van, nyugi. Csak azt mondom, hogy fölfele kéne haladni. Te meg még mindig itt vagy. Szia, malac! Olyan szép okay, vagy. Oké, kiveheted még mielőtt feljönnének a cúnyák. Cúnyatápák. Okay. Na malac, ne haragudj, hogy ezt kell mondani. Nem, ne öljük már meg. Szegény malacot azért ne öljük meg. Ide jövünk, azt rögtön megöljük. Lelökjem. This is Sparta. Puff. Ennyi. Leesett pont a házra! Szegény! Oh, a pálya 90%-a vízből áll, ez a szerencsétlen már az a képes volt arra az egy darab házra ráesni. Na! Ez komoly. Na, let's edők, te jók vagyok, ott jöttem. Megnézem, mennyi van nálam. Bocsánat. Hallod? A sóder! Most majdnem megölt. Hol vannak a dinnyék? Miért kellene a dinnyék amúgy? Van nálam kettő steak. És az elég lesz szerinted, vagy mi? Ja, mondjuk, van nálam négy dinnye is. Oké, okay, várjál, nem nálam tudom. Is van dinnye. Jó, majd visszafele elmegyek is... akkor dinnyekkel. Nem kell, nem kell, nem kell, csak haladjunk fölfelé szépen. Ahogy eddig csináltuk, az úgy nagyon jó volt. Taktikusan, ügyesen, kimérten. Rágcsálják a cá... Nem. Mit? De? Nem. Mit? Azt hittem, hogy rágcsálják a bocit, de nem, csak odébb lökték. Én itt most ládázok. Ja. Kaptam tapasztalatpotit, meg kettő végzett szemét. Öntsem a vizet. Nem tudom, átmenjek ezért a dinnyért, meg ezért a vasért ott, ami ott van. Nem kell, csak blokkot szerezzél. Sokat. Akkor itt még szedek ki blokkokat, várjál. Gyere, minél gyorsabban, mert nehogy fel tudjanak úszni. Bár mondjuk eléggé lehagytuk őket, az a helyzet, hogy eléggé messze vannak. Szóval bottal üthetik a nyugamainkat. Itt még akár nyugiban survivorözgethetnénk is. Szóval most eljött az idő, hogy fegyvert kellene szerezni, Bence. Ahhoz van nálam pedig... egy kőpár. Számban vagy valaki, tesám! viszont nem ártana vaskard, itt a vas fölöttünk, oda építsél föl. Jó. De ne félj, papokkal, propákodzal! Menjél! Szia! Ne! Hali! Úgy! Jaj. Ne, Bence! Hallod, most ez majdnem a végemet okozta. Az a kutya meg a hétszentsége. Megvan a vas? Van egy jó hírem. Na. Leesett. Nem baj. És hova esett? Le... Hát ő oda le. Konkrétan egészen oda... Hát le. Huha. 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 Na, meghoz. Oké, okay, jövök. De egyszer nem kell félni, amúgy nem találtam meg a vasat. Nem szedted föl? Ja, itt van nálam. Nem mondod, tényleg? Igen. De... Azt hittem leesett. Istenem. Azt láttam, hogy esik le. De itt van. Azért jó szórakoztál. Jó kis kérdőes volt. Hát az biztos. Micsoda móka meg egy kacagás volt. Jó van, csak itt közben megvisz nekem, én megképzelem el a dolgot. Várjál ki a váltás. Nagyon jó, nagyon jó, nagyon jó. Az ijesztő volt lent. Ki mondta, hogy mennyire? Gyorsaság itt áll. Itt áll le. Kifogyóban vagyok a blokkokból.
Úristen. Már lépcsőket pakolok. Igen, látom. Elvileg, most már fönn vagyunk. Van sín. Most már sínen vagyunk, Dávid. Sín. És mire jó a sín? Hát a sínen legyünk. Ó, arany, Rudi. Végzett szeme. Alma. Ezt benhagytad nekem? Jó van. Hát szedjed ki nyugodtan. Végzett szemű alma. Nekünk akkor is most amúgy mennyi vasad van, Bence? Van kőkeményen egy. Hát ezt gyorsan olvasszuk ki. Mert úgy érzem, hogy nem sokára itt az alja. Itt van víz. Ezt hittem, ezt hát fogom. Ja, én sem szeretnék lemenni. Leesni. Na. Szóval, szerintem nyílegyenesen haladhatunk föl. Én pedig úgy vagyok vele, hogy szerintem oda-arra át kéne menni így átlóban. Miért? Mert ott van egy ilyen blokkos sziget, azt alapból meg tudjuk enni, és akkor lesz blokkunk, meg van egy arany is. De amivel elmegyünk odáig, szerinted mennyi fog elfogyni blokkból? Mondjuk menjünk, mert akkor arra megyünk, és utána becélozhatnánk azt a chestet. Ugye? Hát jó, ott van ez kettő chest egymás felett. Igen. Szívj föl, begyem a szigetet! Jövő, csak nem akarok kicseszni, mert véletlen megütlek, akkor meg meglátogatod a komákat ott lent. Az mondjuk igaz. Ja, amúgy nagyon jók vagyunk azon a helyzet. Tiszta csövesen oda vegyünk majd az Ender Dragonhoz. Hát amúgy ja. Gyorsan haladunk. Semmi gond, ez még belefér. Oké. Jó, szuper. És akkor egyszerre tudunk fölmenni a fentihez, meg a lentihez. Na, figyeld. Tudj. Oké, lehet menni. Ó, nagyon jó. Na, vagyok is. Na most már biztos lesz elég blokkunk megnyitni a portált. Na, van benne kettő végzetszem, meg kaptam három rönköt. Rönköt? Meg ezt a szigetet itt el kéne bontani, nem? Vagy abban nincs idő, följönnek a cápacik? Cápacik? Hát bontsál belőle annyit, amennyit tudsz. Az a lényeg. Na, úgy... Ja. Bár... Most le tudok menni még egy szinten lejjebb, mert... Semmi gond, vissza tudsz úszni, ugye? Vissza tudsz úszni. Bár... Vissza. Mi az? Mi történt? Megvan? Minden rendben? Megcsúsztam a tékszalon. Hát... Amúgy az a gond, hogy vasunkból még egy kéne, hogy legalább egy kard. Na mindegy. Van nálam egy vas. Van nálad egy vas? De olvasztatlan? Most szereztem. Olvasztatlan vas. Jó. Akkor ki tudod, vagy tudod küldeni ide a vizet? Plash. Ha. Én is tudom. Ez viszont milyen jó. Micsoda? Nyíl! Dávid! Van nyíl, meg regenerálod a spájítalom, mert végzett szem. Asszú, de akadt a hangod. Amúgy te figyelj! Most már szinte itt vagyunk! Csak oda föl, és kész, és meg is van. Ó, bakker. Hát igen, Bence, bakker. Én meg gondoltam, hogy megnézed azt a rádát, én meg így benne hagytam, mert amúgy is tele van az inventory, mondom, minek? Milyen jó hangja van ennek a téglának. Ugye? Olyan jó hangja van, ilyen smooth kiütni. Van egy kis láva. Na várj! Most itt én kiütöttem a láva alatt. Az mi azt fogja jelenteni, hogy az most itt le fog folyni. Ja. Bence, figyelj! Innen, hogyha lenne elég blokkunk, akkor nyílegyenesen föl tudnánk építeni, nem? Hol vagy? Nyílegyenesen felépítsek neked? Van elég blokkod? Mennyi blokkod van? Van nálam jó sok blokk. Van nálad esetleg egy crafting table? Féld, a láva meg még mindig nem ért le. De mi lesz, hogyha eléri itt a vizet? Akkor az obszidiánnál fog változni? Akarom mondani, hogy cobblestone-nál? Amúgy nem tudom. Figyelj már! Akkor tudnánk csinálni obszidián generátort, nem? De gyémánt csákánnyal lehet csak. De nem, cobblestone generátort. Kajak! De mondjuk úgyis lebontja a digó, nem? Hát szerintem az nem... De nem az a lényeg, Bence. Amúgy azt hiszem, hogy a cobblestone-t azt nem tudja lebontani, vagy hát fene tudja. Fú, várjál. Ezt nehogy ráöntsed, Isten ments. Nem. Most így két Minecraftos hülye gyerek így áll egymásra szemben, akkor építsünk egyet, oké, hogy kell? Most itt az a kérdés, hogy mekkora távolság kell a víz és a láva közé. Na figyelj. De szerintem amúgy kettő blokknyit kell folyjon a víznek. Jó, csak az a gond, hogy ugye, hogyha ezt itt kiszedjük, akkor ott egy lyuk van alatta. Ojaj. Nem, itt elvileg... Oké. Okay. Ez jól működik, csak egyelőre valahogy ott el kéne zárni, hogy ott, ott van alatta a kábel. Jó, hogy ne jöjjenek föl a cápák. Aha. Így, és akkor lehet szedni a kábelt.
Aha. Bence! Ja. Segíts, Bence! Segíts, öntsél le vizet! Itt vagyok, lent vagyok! Öntsél le vizet, kérlek! Megy, öntöttem le vizet. Föl tudsz még jönni valahogy? Hát valahogy csak. Megy lefelé a víz. Az a helyzet, hogy volt egy csomó minden nálam. Huha! Jönnek, Bence, nagyon össznek után! Nagyon jó! Úristen, mennyien vannak! Jézusom, oké, úszok fel. Jaj. Bence, ez baj. Ez bizony baj. Úgyhogy ússzál gyorsan fölfele, mert problémák lesznek. A cápák nem engednek. Jó. Látlak. Hú, te, ez nagyon hajszálhíja volt amúgy. Hát nem sok kellett. Dobok neked csákányt, jó? Aha. De akár te is szedhetnéd, mindegyik. Hát amúgy igen, de nagyon belejöttél, úgyhogy jó. Amúgy nem szólok be. Elkezdhetnél addig fölfelé építeni az Ender Dragonhoz. Adok blokkot. Ilyen lépcsőzetes üzét csinálja? Nem. Ó, vigyázz! Ilyen szépen lassan. Láttam már amikor elindult, már bedobtam, már láttam magam előtt, ahogy le fog folyni. De hogy letekerte? Itt, hogyha lehúztad volna a lécén. Mindjárt még nem értem föl, hogy amúgy is. Merjál, nem kell. Majd én megyek itt, jó? Hozom a saját kis vödröm vizet. Hello. Még pont egy enchantable. Még ott is van még gyémánt, amúgy nagyon sok gyémánt van. Most úgy... Itt egy láda. Na, úgyis nagyon jól haladunk, Bence. Szedjük ki innen a cuccokat azért, kösz a kenyeret. Na, nagyon jól haladunk, szóval mit szólnál, hogyha elmennénk még a gyémántokért? Jó, akkor ez a tereszoltod lesz. Oké, okay. Te csak építsél el hozzájuk. Jó. Tudod, az a helyzet, hogy nincs nálam építőanyag. Akkor gyere ide, mert nézd, én már elkezdtem építeni, Bence. Még te ott lassúsztál. Csak az a gond, hogy mivel odaadtam neked az összeset. Ha. Ja, lehet kéne még amúgy szerezni zúzott követ a generátorból. Hú, van az már, messze voltam, úgyis elmertem onnan a vizet. Na gyere! Melyik a következő irány? Az egy jó kérdés. Nézd. Velünk szembe, nem? Velünk szembe, igen. Hát akkor még és még ott is van mellettünk, hallod-e? Igen, nagyon sok lesz. Na várjál, mennyi gyémánt gyűjt? Eddig 5. Nagyon jó. Mennyi kell egy szethez? 20? Hát annyi nem lesz szerintem. Nem kell nálam, van 15, úgyhogy... Jó. Oké. Ez a portál megnyitódott, királyság. Jó, akkor menjünk le a gyémántér. Hú, viszont amíg szedem, addig leszeded a vizet, kérlek. Királyság. Vagányság. Menőség. Jó. Na, visszakérem a vizet, hogy fel tudjak menni. Nem kapod be. Gyerünk, köcsön már. Ott van, nézd. Ott van lent. Ja, látom. Aha. Ott van lent. Bakker, ehhez lefele kell menni. Hát csak lefolyadjuk a vizet. Aha. Nem kell félni. Egyszerűbb lett volna, mindegy. Tudsz építeni? Jó. Tudok. És crafting table-ünk van? Amúgy. De tudok craftolni. Van hátralökés, meg élesség egy. Hány szinted van? XP poti. Négy. Nincsen nálam. De dobok nálam. Le XP poti. Jó, ott. Oké. Tessék. Ezt tudtuk megtenni az ügy érdekében. Mit kaptam? Tessék ezt. Megvan? Ó, élesség egy. Na Bence, gyerünk! Zúzzuk le azt a sárkányt! Így? Hát most istene! Mire várjunk még? Hopp! Szóval gyere! Nem kell! Te túl gondolod, az a te bajod, hogy túl gondolsz mindent. Amúgy itt volt a víz, azon fel tudsz úszni. Benn is vagyok a slamasztikában. Na, akkor jövök is. Jó van, gyere. Ugrok mindjárt.
Ali. És nincsen nálunk amúgy semmi, amit így fel tudnánk egy komolyabban használni. És amúgy ez egy sima Ender Dragon fight. És ezt hogy fogjuk itt lezúzni? Ez egy... Hát ezt ahhoz... Tehát kellett volna hozzá egy... Jaj, egy így. Bence, én már megyek. Jó, de ez most... Az most csak úgy áll. Megindult. Ó. Na, sárkánykomám. Légy szíves, engedtessék meg, hogy én majd elintézem, amit el kell intézem. Hoztunk vödörvizet? Nem, azt sem hoztunk. Szép. Szép, ez egy... Ez egy szuper Ender Dragon fight lesz, én már most érzem. Kaja van-e nálam? Nincs. De van. Én megyek az elsőhöz. Áááá, ne! És nem. Ja, mert regenerálódás van rajtam. Úristen. Milyen szépen építesz fel. Ezt a párkörpályát csinálsz oda. Nincs más blokkom, hogyan építsek a fél lapokkal. Úgy legalább endermenek nincsenek. Bence! Ne! Nézzük, mi volt nálad. Visszarakott a pályára. Na jó, ezt maradjunk annyiban, hogy ezt elhamarkodtuk, szóval legyen az... Ezt nagyon nem tudom. Hogy majd ezt megpróbáljuk. De akkurát rá lehet tudni. Aj, de hangos vagy! Maradjunk annyiban, hogy akkor ezt megpróbáljuk majd újra. Szóval köszönjük szépen, hogy itt voltatok! És akkor ezt majd valószínűleg egy streambe fogjuk újra megpróbálni a ti örömötökre. Ja, szerintem is. Igen. Sziasztok!